Több száz amatőr és profi sportoló rajtolt el a 2021-es Cerbona-Fehérvár félmaratonon. Május 8-án újra lesz ez a verseny, melyen most először a szegényeket támogató alapítvány is jelen lesz. A szervezet tartós élelmiszert és pénzt gyűjt majd a rendezvényen. Az összegyűjtött adományok rászoruló családokhoz kerülnek. A május 8-ai futóverseny alkalmából az alapítvány is kitelepül, és ott lehet adományokat adni, amiket az alapítvány tud majd eljutatni a családoknak. Itt főleg tartós élelmiszert, amit tudunk fogadni, de lesz lehetőség, hogyha valaki pénzbeli adományt szeretne az alapítványnak juttatni, arra is lesz lehetőség. A két szervezet együttműködése évekkel ezelőtt kezdődött, mint azt az Alba Triatlon Egyesület elnöke mondja. Fontos számukra a társadalmi felelősségvállalás, ezért döntöttek úgy, felajánlják a szegényeket támogató alapítványnak a nevezési díjak egy részét. Sokszor működtünk már együtt a Szetával, és öröm volt látni, amikor boldog perceket okoztunk itt a nagy családosoknak. Úgyhogy innen jött az ötlet, 178 nevezés érkezett be január 31-ig, ezt az összeget egy kicsit kipótoltuk, úgyhogy egy kerek összeggel támogattuk most a családokat, és hát folytatódik ez az együttműködés. Az összegyűlt 200 ezer forintból élelmiszercsomagokat vásárol a Szeta, melyeket rászoruló családokhoz juttatnak el.